Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez a Spirituál Televízió 105. adása, és az előző adásban láthatták kiírásban, hogy Nők a Kárpát-medencéből sorozatnak a második vendégét szeretném bemutatni, F. Nagy Zsuzsánna, Miskolcról, hát durván egy olyan 25 éves ismerettségünk van. Még a 90-es évek közepén, abban az időben én a Vízöntő Egyesületnek voltam a elnöke, és Zsuzsannát akkor ismertem meg, mint az Ökológiai Intézetnek a képviselőjét, és ugye azóta, tehát azért ez 27 éve tart, azért nem semmi kitartás van benned, Zsuzsanna, tiszteltel köszöntelek. Köszönöm. És gyönyörűen ebben a kis belvárosi zöld kertecskébe lepakoltam a technikát, és amikor elkezdtük, és nagy csönd volt, mielőtt elkezdtük a felvételt, jött egy nagy felhő, villámlott, majd az is elment, és erre a szomszéd kertbe, amikor már elkezdtük a felvételt, akkor a napközis gyerekek kijöttek az udvarra, úgyhogy ilyen zsongás-bongásban fogjuk csinálni ezt a kis interjút, de annál nagyobb szeretettel. A 3-4 téma van, amiben szeretném kikérdezni Zsuzsanna a tanácsodat. Az első, ugye önmagában a fa, mint olyan, tehát maga a fával való fűtés előnyei, hátrányai, az igazságot szeretném megtudni erről, amit mindezt, amit szakemberként tudhatsz, vagy elmondhatsz nekünk. A második, ugye a jelenkori nagy probléma a Földön, a felmelegedés, ha van-e, ha nincs-e, ez majd te elmondod. Sajnos ugye Afrikában is égnek most már az erdők, a mai napon olvastam róla. Brazília, Amazonas, Szibéria, stb. És van egy harmadik témánk is, ami szintén megint egy érdekes új téma, a észak-oroszországi nukleáris katasztrófa. És hát ebből a három dologból szeretném, hogyha kihámoznánk és segítenél nekünk átlátni ezt az egész kérdést. Akkor nehéz így, hogy így oldibálnak a gyerekek, de remélem, hogy sikerül. Tehát az első kérdésem, ugye olvastam ilyet is, olyat is. 100 film van fent a YouTube-on arról, hogy a legértelmesebb fűtésmód a fa. Én is évekig használtam, jelenleg is van kandallónk, és tudnék fával tüzelni, de valahogy nincs egyszerűen hozzá gusztusom, és egyszerűen úgy érzem, mint valami hullarabló lennék, vagy valami hóhér. Hogy mit lehet erről tudni? Azért jó ez a felvezetés, mert valóban ezek a mindennapi dilemmák, amelyekkel a hétköznapi ember találkozik, hiszen nem szakember, nem szakértő, de ráadásul, még ha szakember is, azt kell, hogy mondjam, nagyon sokféle megközelítés van. Tehát nem mindegy, hogy egy erdőmérnökkel, egy fatüzeléssel foglalkozó szakemberrel beszélünk, vagy egy fuvarossal, vagy egy favágóval, és ráadásul hát ugye az a szociális környezet megismeret sem mindegy, ami a hátterét képezi a mi döntésünknek. Hát, ami nem könnyíti meg a helyzetet, hogy a publikációkban is pro-kontra megjelennek ezek az érvek, ellenérvek, és egyik reggel ezt lájkolja a kedves hallgató vagy néző, a másik nap meg a másikat, mert úgy érzi, hogy tényleg itt egy szimpatikus érsorozat van, aztán másnap már úgy érzi, hogy egy másik. A lényeg, hogy a fa a legtermészetesebb erőforrása volt az embernek először az élelmiszer előállítására vagy feldolgozásában, tehát a főzésre, sütésre. Ezt követően pedig, amikor hát zártabb tereket, házakat, lakásokat hozott létre, nyilván a épületek fűtésére is.
És miután megújuló energia, csak lassú léptékben, de azért megújuló, emiatt tulajdonképpen ez mai, tehát több ezer év alatt sem kopott ki, hál' Istennek. És ez az az egyik olyan fontos szempont, ami miatt azt lehet mondani, hogy, hogy nem elengedhető a fűtési energiába betöltött szerepe. Elemen csöppet sem mindegy, hogy hogyan és mennyit tüzelünk el, hiszen nagyon jól tudja már szerintem a gyerek is, hogy egy nedves fát elégetni, vagy egy száraz fát elégetni, ez akár 50% különbséget is jelenthet hatásfokot illetően. Tehát a régi, az elődeink annak idején egyértelműen tudták, mert volt egy tudásuk, egy bölcsessége a településnek, a családnak, hogy hát akár egy évvel a felhasználás előtt jó, hogyha betározzák, feldolgozzák azt a fát, amit majd egy év múlva fognak használni nagyjából. De semmiképpen nem most szeptemberben mondjuk szerezték és szerzik be a tüzelőt, hogy október 15-től már mondjuk fűtsenek. Tehát a fa nedvesség tartalma az egy nagyon lényeges kérdés. Tehát ha nagyon 5-10 évig tárolni se jó egy fát, de az, hogy egy éves, két éves szárítási folyamat és tehát szellős helyen, nem gombásodó helyen a tüzelés előtt végbenye, ez egy nagyon fontos dolog, hiszen már is fele annyi mennyiséget használunk fel. És ez fele annyi alapanyagot jelent, fele annyi erdőkivétet jelent, fele annyi új telepítés vagy újulatképződési feladatot jelent, illetve fele annyi levegő szennyezés. Sőt, hogyha jó, mert térjünk át a másik felére a kérdésnek, hogy a tüzelőberendezésünk milyen. Tehát hiába rakunk egy száraz fát egy rossz tüzelőberendezésbe, aminek a hatásfoka gyenge, azzal bizony nem fogunk jól járni. Elegendő, csak hiába jó maga a tüzelőberendezés, de a kémény csöve túl szűk, és már is halmozódik a probléma. Vagy nagyon, ugye mindenki úgy tanulta, hogy sátorszerűen rakjuk meg magát a tüzet, a gyújtóst, és úgy indítsuk el a tüzést. Ma már tüzelés technikailag egy teljesen új eljárás, és tényleg jobb hatásfokú, és garantáltabban a jó lángot képező tüzelés módszere ismerté vált, és ezt is nagyon hosszú, lassú folyamat, hogy megismertessük az emberekkel. Igen, amikor lényegében keretesen rendezve és felülről, így van, felülről lényegében ég a fa, és valóban hihetetlen először, nem tudom, egy 10 éve találkoztunk mi is német szakirodalomban, leginkább a kandallók fűtésénél ezzel, ez sokat számít. Tehát amit említette, hogy van kandalló tok is, igen, nálunk is például ez a helyzet, de van a gáz is ott van, hiszen a gyerekek kiskorukban, hát egyedül hazamenve mégse biztattunk rájuk kandalló begyújtást, illetve nálunk még a légkollektor használata egészíti ki, ami egy 10-20%-os plusz, de nappali temperáló alaphőt biztosít, és egy ingyen energia utána, hogy felkerült a ház oldalára. Úgyhogy én azt gondolom, ez a több lábon állás mindenképpen egy hasznos dolog, és ne engedjük el a fát. Most a szállópor kibocsátás, ez valóban rettenetesen zavaró, amennyiben nedves a fa, amennyiben rossz a tüzelőberendezés, amennyiben gyújtósként szemetet, vagy ruhát, vagy cipőtalpat használnak. De azért lássuk be, hogy észre se lehet venni szinte egy ezeket kiküszöbölő begyújtásnál a problémát. Tehát mindenképpen egy hasznos fűtőanyag, amit nem kell elengedni, csak jól kell és jó eszközökkel szervezni. Azt gondoltam, hogy eljövök hozzád, és akkor egy ilyen nagyon vérmes környezettudatos, környezetvédő harcos, azt fogja mondani, hogy
ne vágjunk ki fát, ne fűtsünk fával, tehát ez engem is most kicsit váratlanul ért. Mi az? Bocsánat, ha csalódást okoztam. Én azért jöttem el ide, mert ma is olvastam olyan cikket, készültem a mai napra, éjszaka is mi, hajnal egykor még nézegettem a nem tudom milyen norvég atomkutatóknak, meg a... Most volt egy új dolog, hogy nem is a Földnek, nem is a tüdeje. Ne, persze. Egyetemi professzorok, és akkor... Index. Igen. Tehát az Index meg az Origó között, az egyik, ezt mondja másik. Meg a foci labdának, 9%. Igen. Pepsi Cola, Coca-Cola, meg ugye RTL Klub, meg Csiga TV, és akkor teljes más hírek vannak. De a lényeg az, hogy amit én gondolok, még elővezetésként a következő kérdésemre, hogy kivágunk egy fát. Ugye most nem tudjuk megmutatni, hogy egy hatalmas gesztenye fa van, ha megmutatom a vágóképekben, 40-50 év alatt lesz ekkora. Ha most azt a fát kivágom, mert kivágja a favágó, az olyan, mint aki azt mondja, hogy itt tudom én, nem ölök, húsevő, ugye igen. Azt mondja, hogy én nem ölök, de megeszem a csirkét. Ezek ilyen szentimentális megközelítések, igen. Sajnos. Erről órákat lehetne ilyen viszonylagosság természetéről beszélni, de a fát ugye 40-50 év múlva hozzom olyan állapotba, hogy újra kivághassam. Ugye addig nem ad árnyékot, nem ad oxigént, és hogyha elégetem, akkor annyi széndioxid fog felszabadulni, amennyit ő beszívott egész életében. Akkor ennek az egész fának tulajdonképpen semmi értelme nem volt, mert én gyakorlatilag a nulláról nullára, az, hogy az én kis seggemet meg felfűti, bocsánat, a lakásban, de az a fának, az különösebben nem egy nagy... Nem egy sikertörténet, ugye? Na, hát ez a gond, hogy valóban, amikor tehát a mai pénzrendszer világában élünk, akkor elfelejtjük az élet összetettségét látni. Tehát igazából egy fa, az nem egy fa. Az egy életközösség. Mint hogy mi is, az mi szervezet. Így van. Tehát itt egy olyan együttműködési rendszer épül akár egy fára is, ha egy legelőn látunk mondjuk egy legelőerdőben gyönyörű tölgyek például szoktak állni egy rét közül, és az ember azt gondolja, hogy hát az csak egy fa. Aztán aki figyelmesebben nézi, már látja a gyökérsarjakat jobbra-balra, hogy haza a fa már előregszik, egy villám kicsapja, hol van a következő generáció. És ha még tovább vizsgáljuk, akkor kiderül, hogy sok négyzetkilométeres gyökér és gombafonal hálózat tartozik ahhoz a fához. Amellett, hogy a fa tüzelésre, árusításra kerülő erdők erre a célra lettek telepítve, azért ezt ne felejtsük el. Tehát sajnos Mária Terézia óta előtte is volt, de végülis nála történt meg az összes nagy hegységünk erdeinek levágása, és amit most őserdőnek nevezünk, az akkor ültetett, és azóta valóban monokultúrában meglévő erdőknek a nevelése, és néhány folt maradt, amihez nem nyúltak. De egyébként 80 70, 50, attól függ, milyen fafajról beszélünk, tehát ugye a fenyőt a legkorábban, tölgyet, bükköt, ezt szépen levágják, és újra az újulatot hagyják felnőni, hiszen az elszórt bükkmakból, makokból képes az erdő megújulni, annak köszönhetően, hogy az a hatalmas szerves anyagmennyiség, amit a levelek képeztek, a gajak, a rajta élő élőlények, ürüléke, tetemei, rovarvilág, azok egy gyönyörű, ma úgy mondjuk komposztálódás, de hát talajképződési folyamaton mennek át. Tehát amiért azt mondjuk, hogy megújuló, nem csak a fa megújuló, mert újra nő egy törzs a rét közepén mondjuk, vagy az erdőbe, hanem azért, mert a teljes anyagcsere folyamata egy nem zárt ciklusban, hanem egy
ökológiai rendszerben folyamatosságot mutat. Tehát itt, hogyha ez megfelelően egy nem monokultúrában nevelt erdőről beszélünk, azt kell, hogy mondjam, nincs is veszteség, mert Proszilvának hívják egyébként azt a erdészeti tevékenységet, mert azt hiszem így lehet fogalmazni, hogy nem erdő kitermelés, hanem erdészeti tevékenységet, ami ehhez a szemlélethez megközelítően kezeli az erdőt. Ott például arról szól, hogy minél vegyesebb fajokból, minél nagyobb kor összetételű, vagy változatosabb körösszetételű életközösséget hoznak létre az ezekhez kapcsolódó élőszervezetek, tehát gombák, tehát hagyva, hogy minél stabilabb, összetett, divers rendszer jön létre, és lényegében szálalóvágással csak egyet-egyet x évenként kiszednek. Hihetetlen műgonddal, nem proszilva. És utána mondjuk ez a fa lehet, hogy már a harmadik utódját neveli egyébként szemmel láthatóan, tehát én elég sok ilyen erdő részletet ismertem meg. Tehát 3-4 generáció az ölébe szó szerint növekszik. Saját gyökeréről vagy magról? A saját gyökeréről, a sarjairól. Tehát és akkor egy fa, lényegében. Nem is egy fa. Nem, egy teljesen. Család. Így van. Akár. Hát ugye mi diózsőriek vagyunk. Egy diózsőriek vagyunk, szilvás völgy. Tehát ott a legstabilabban érő szilvák roskad. Tehát foltokban vagy roskad, vagy nem roskad, mert ha mondjuk megcsapta a virágzáskor egy fagyos szél, egy völgy alján, igen, akkor az adott kis telekrész mondjuk nem ad termést, de milyen érdekes, nem is olyan távol tőle megint. Tehát ezek majdnem mint sarról felnövekvő szilvafák együttese, és a legjobb akár erre oltani, ha nagyon oltani akarunk, de a szilvának nem kell feltétlenül az oltás. Jó, hogy nem hoztam neked szilvát akkor, ugye, mert én nálunk is van 4-5 szilvafa Diósgyőben is. Mondom, hogy hát erdőben nem viszek. Ne, hát mondjuk ahhoz, hogy itt csemegézzünk. Ja. Lehetett volna, de persze, hát a napi küzdelmeim vannak. Asszalom, befőzöm, ivólevet, tehát hogyne, szép küzdelem most ez az időszak, igen. Tehát a fa kitermelés és a fa felhasználása tüzelési célra egy meghatározott mértékig és megfelelő módon, amit csak a minimálisat, mert az ember is együttműködik. Mint egy mindenit, tehát hogy ez a
fenntartható fejlődés, vagy minek hívják? Tehát, hogy van egy ilyen fogalom is, igen, igen, de, hogy azt mondom, összetett. Hogy, ez egy minőségi változás. Tehát, minimalizáljuk a fogyasztást, igen, és az életfeltételeinket ellátó hogy mondjam, erőforrásokat, és akkor igenis nem vagyunk sokan, igenis előteremthető, hogyha igazságosabb az elosztás ezeknek az erőforrásoknak, és valóban a népesség robbanás egy jelenleg éghajlatváltozással együtt egy nagyon nagy probléma, főleg az élelem termelése. Jelenleg még nem, de sajnos, meg ha megnézed azért a nagybani bevásárlóközpontok polcain, hogy mi van, azért már nagyon itt van a küszöbön, itt is a probléma. Tehát ezt komplexebben kell nézni. A fenntartható fejlődés pont ezt a minőségi változást mondja. Tehát, hogyha nem kell dupla mennyiséget elégetni, mert szárazan, meg helyesen, meg hogyha ésszel, hogyha az az erdő diverzitás olyan, amilyen, és tényleg szinte egy választékból kerülnek ki, és nem egy tulajdonképpen egy lekaszált erdőből azok a erőforrásként felhasznált anyagok. Egy teljesen más rendszer lenne így kialakítható. Jelenleg nem lehet egyik napról a másikra átállítani. Tudom, hogy anyuka vagy, jól tudom? Igen. Kicsit megzavart ez a gyerekzsivaj az előbb, és szerencsére most már bementek, tanulnak, remélem, a fáról. Miskolci asszony vagy, családanya, és ennek az intézetnek a munkatársa, oszlopos tagja. Mivel foglalkoztak? Tehát mi a csapás irány is, és ezt az egész dolgot te, mint anyuka, mint házi asszony, hogy tudod, tehát hogy valami nagyon hülye kérdés, hogy hogy lehet ebből megélni? Valami, az előbb beszélgettük, ugye, hogy mondtam, hogy hát sajnos én azért nézegetek mindig be a kamerában, mert nem tudok fizetni kamera technikust, meg vágót, meg hangmérnököt, meg stb. Én mondom, de viszont magamnak sem nagyon tudok fizetni, és akkor egy út mosolyogtunk, de viszont hála jó Istennek van egy pár aranyos nézőnk, aki rendszeresen segíti a munkáját ennek a kis televíziónak. De hogy lehet ebből megjelent mégis? Tehát, hogy tudjátok, itt van egy hatalmas nagy objektum, egy 300 négyzetméteres irodaház, de rengeteg nagyon szép kert, majd a vágóképekben megmutatok mindent, hogy ezt hogy tudjátok ebből? Tehát ez nem egy üzlet, nem egy biznisz, nem egy dolog. Tanácsokat adtok, tanulmányokat, pályázatokban segíthetek? Tehát mi a csapás irány? Hát valójában 92-től működik az alapítvány, dr. Gyula Iván vezetésével jött létre, és ez ugye egy non-profit szervezet, nem állami finanszírozású, tehát a rezsinket, a mindent, a bérünket önfoglalkoztatóként kell előteremteni. De nem ez az elsődleges cél, bár azt kell, hogy mondjam, hogy miután most már 1,5-en dolgozunk a alapítványnál az egykori 15 helyet, úgy el lehet képzelni, hogy mennyire sikeres ez a történet. Tehát, de beigazoljuk is, hogy a fenntartható fejlődés egy minőségi változásra törekszik, nem a mennyiségi növekedésre. Tehát, hogy valóban ez az üzenet csak nagyon nehezen érthető, mert a fejlődést a legtöbben bérfejlesztés, tehát a fejlesztések mindig valami nagy. Azt észre se veszik, hogy mondjuk persze fejlesztünk egy új gátat, de azt a gátat előtte, és csak elvitte a víz, és azért ugrott a GDP-ing nem tudom mekkorát, mert a nulláról ismét kezdhettük, mert rosszul csináltuk, meg egyáltalán gátat építettünk, és elfeledkeztünk például a ártéri gazdálkodás módjairól. Ezzel is foglalkoztak? Hát minden ez a kommunikáció, vagy hogy mondjam, hogy ne foglalkoznánk, tehát az ökológia az nem az embereknek, hanem az összes élő élettelen lénynek, vagy bocsánat, az összes élő és élettelen elemnek a együttműködéséről és szimbiózisáról és ennek a rendszernek a megismertetéséről szól. Nem akarok beleszólni, bocsáss meg,
de hogy én ezt nem fogom megvágni. Látszik, hogy eddig profi nyilatkozó vagy, tehát hogy sokszor vagy ilyen, tehát hogy újra kezdted, de én azt gondolom, hogy a mint spirituális ember, hogy nem kell ezt visszavonni, hiszen én az élettelennek nevezett dolog is ugyanazokból az elemekből, mikrorészecsk parányokból épülnek fel. Tehát én nálam egy autó, egy számítógép, egy dob, egy fa, hát fa az pláne, az egy valami nagyon-nagyon nagy dolog, de hogy nálam lelke van, él. És én, na, lehet, hogy most több liputmező lenne a dologból, hogyha ezt bemennék valamelyik okolászba, de én kapcsolatban vagyok igen. Ezek a dolgokkal, és ezek a dolgokban ugyanazok a dolgok vannak, mint ebben. Igen, csak kérdés, hogy mi ezt egy állandóan birtoklási vágyként tartjuk magunknál, vagy mint ez a terítő, azt hiszem legalább 25 éves az alapítványunknál, már lehet, hogy átlátni rajta a napfele tartva. Tehát ez a különbség, hogy az a lélek összeére, vagy éppen egy használati tárgyá süllyed, és tehát ami itt egy nagyon fontos kérdés, és az erdőre visszautalok, ugye például az erdőben sose keletkezik hulladék, minden, ami, tehát itt szerves hulladékainkat elszállítják a városból, zsákba. De most csak tényleg azt mondom, a kerti, meg a gajak elszállítják zsákokba, szerves hulladékként. Bocsánat, ez a jóság, a jószág, ami a mi életünket adó táptalaj utánpótlásában egy elengedhetetlen dolog. Ha nincs talaj, nincs humusz, nincs annak ásványi anyagtartalma, mert az is kell, ahhoz, ami hogy így van, csak elvileg. Mondom, igen, akkor nem lesz táplálékunk, éltető élelmünk. Lehet valóban talaj nélküli gazdálkodást, szintetikus anyagok tömegével, meg különböző módon erőltetni, nem fenntartható. Tehát ezt kell megérteni, hogy nem lehet mértéktelenül ezeket az erőforrásokat kihasználni, ahogy szokták mondani. Se túl feszes, se túl alacsonyra feszített ne legyen az a bizonyos hegedű húr. Az optimális, ugye az arany közé. Nagyon, nagyon aranyos volt ez a Budda, de azt nem mondta meg, hogy ez hol van.
Tehát be tudjuk tartani, mint Buddha vagy Buddha követők, de azt nem mondta meg, hogy hol. Tehát most te is elmondod, de ez hol van? Honnan erre tudjuk, törekedni hogy mikor... lehet. És ami gond, hogy annyira hiányoznak az alapismeretek az elmúlt generációkból, ami a természet megismerését, a természettel való harmóniában való együttműködéssel kapcsolatos, hogy szinte ez az, tehát szinte ez az egyetlen akadálya annak, hogy egy fele tudjunk törekedni. És ezért reménytelen igazából, meg de kell, hogy mondjam a... nem beszélhetünk, hiszen 25 évvel ezelőtt, amikor mi kettem az elenyésző a nagy egészhez képest, az a 25 év, durván egy, hát egy optimistának voltunk. Vagyunk. Igen, de én most tegnap, és ezt is erről is szerettem volna veled beszélni, hogy a Trump elnöknek a megnyilvánulásai, nem szeretném nagyon népszerűsíteni, de ugye ne csodálkozzunk azon, amikor egy ilyen teljesen fogyatékos, vagy pszichopata, vagy nem tudom, minek nevezzem, emberre múlik akár az emberi béke, vagy a harmadik világháború kirobbanása. Ugye tegnap reggel kávézás közben felhívta Dániának a miniszterelnökét, és mondta neki, hogy te, Trump vagyok, kávézunk, egészségedre látom, te is kávézol, meg szeretnénk venni Grönlandot. Na most ez ugye az idézőjelbe vett nagy. Ezt előszegezem. Amit te mondtál, azt fogom harmadiknak venni, de másodiknak, ugye a Garabonciás székely észjárásommal, tegnap elmentünk egy nagyon népszerű fürdőbe a családdal, Tisza akárhova, és ott mindenféle más népek voltak, nem akarok semmilyen népeket bántani, fehér bőrű, kaukázusi, rassz, felvidék, csehek, szlovákok, lengyelek, oroszok, mindegy, teljesen mindegy. De úgy viselkedtek, ahogy mentünk így a gyerekekkel az élményfürdőbe, ordibáltak, köpködtek, káromkodtak, a nyakunkba ugrottak, izén rúgtak, hogy ez nem csak a Trump, tehát úgy, és a magyaroknál is ezt tapasztalom, ugye íjász versenyen vettem most részt, na akkor jön a harmadik, 25 éve ismerjük egymást, megismerkedtünk a 90-es évek közepén, ugye rendszerváltás, hó, minden változás, minden pályázatok, meg előről megyünk, meg stb. És ugye az lenne a logika, hogy az emberiség, a politikusok, a vezetők, a városvezetők, a minden így felfele megy, csak egy picit. De én azt látom, hogy egy ilyen mély, hatalmas nagy völgyben zuhanunk bele, mint egy kamikázegép. És most ehhez képest, hogy csináljuk mi? Én nem tudom, hogy ezt hogy te is hogy tudod még csinálni. Ezt sokan megkérdezik, igen, hogy, és én mindig elmondom, én már hát körülbelül 33 éve kimondom, addig csak belül hát evett, emésztett a valóság. De ki tudom mondani, hogy kudarc az a három évtized, amit... De a te kudarcod is az enyém? Vagy mi csak és úgy azt gondolom, benne, tanítók, hogy azzal tudok és tudtam túllépni ezen a depresszión, nem kis mély depresszión, hogy azért talán mi megtettünk mindent, és igenis még bízva mégis mindezek ellenére az emberben, az emberi intelligencia felébredésében. Ennyit tudunk tenni, hogy még dolgozunk azért, hogy hát, ha másképp is lehet, folytatódhat ez a történet. Nagyon kicsi az esély, én már nem látok esélyt. Tehát ezt egyértelműen ki tudom mondani, de nagyon nehéz, közben rengeteg olyan típusú eseményt, rendezvényt, tevékenységet végzünk, ami látszatra ezzel nem is foglalkozik. S meg kell a búzának érni! S meg kell a búzának érni! Minden nap melegít.
kell a szívnek hasadni, ha minden nap bánat éri. Bújj ki bánat a szívemből, elég volt már becsületből. Bújj ki bánat a szívemből, elég volt már becsületből. A törekvés minden típusú tevékenységünk mögött ott van, és próbálunk értékek mentén ehhez igazodni. Illetve el kell, hogy mondjam, hogy igenis a jövő generáció, ami még húz. És ilyen szempontból hálás vagyok, hogy vannak gyermekeim, annak ellenére, hogy természetesen elképesztő mértékben aggódom a jövőjük, vagy netán a unokáim iránt. Van már unok? Nincs unoka, de a jövendőbeli unokák iránt. És rengeteget szerencsére van alkalmam gyerekekkel lenni. És azt hiszem, ha nem így alakult volna, és csak egy kutatóként, vagy csak egy típusú tevékenységet végeznék, például csak tanácsadóként, ugye környezeti tanácsadóként dolgozom 94 óta, mint beosztás, plusz az oktatás, szemléletformálás. Nagyon szerencsés, hogy a kettő együtt megy, mert nem, valószínűleg nem tudnám visszatölteni azt a rengeteg rossz és negatív információt és tapasztalatot, amit összegyűjtöttem, és gyűjtök nap, mint nap, most már halmozottan ugye a történések miatt. Egyébként spirituális ember vagy vallásos, vagy hívő ember, vagy materialista ember, vagy ez már 26 éve szerettem volna megkérdezni, de most kihasználom az alkalmat. Maradjon titok! Tehát engem nem kereszteltek meg a szüleim, ellenben nagyon hálás vagyok, főleg édesapámnak, hogy a nagyvilágvallásokkal már szerintem általános iskolás koromban megismertetett, illetve olyan könyveket, olyan beszélgetéseket, olyan könyveket nyomott a kezembe, vagy hívta fel rá a figyelmemet, mint a Tao Te Ching, és tehát nem csak a Biblia volt a polcon, hanem nagyon sok minden. És azt mondta, hogy hát döntsd el, mit és hogyan. És én meg kell, hogy mondjam, soha nem jutottam el odáig, hogy ezt a döntést meg kelljen hoznom. Azt gondolom, hát hogy egyetlen vallás mellett elkötelezzem magam. Hát én is így gondoltam. Én jó, csak gondoltam, hogy... én azt gondolom, hogy annyira holisztikus a szemléletem, amiben, és éppen hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért a tevékenységem, meg az a közösségi lét is azt igazolja, hogy mindenkit el tudok fogadni, mindenkiben és mindenben, minden irányzatban vannak értékek. Engem ami érdekel, az együttműködési képessége. És ha megvan, akkor neki, mint egyénnek van meg, ha neki nincs meg, egyénnek nincs. Valóban lehet csoportokat, halmazokat alkotni ebben a kérdésben is. De én nagyon nem szeretek általánosítani, és mindig bízom abban, hogy egyénként és a saját értékrendje alapján tudunk beszélni és dolgozni. Azért kérdeztem meg ezt, mert ugye volt az előbb egy kicsit érthető pessimizmus, és akkor azt gondolom, hogy én hasonlóan vagyok én is, de ugyanakkor, hogyha van egy spirituális szemlélet, vagy egy tudás, vagy egy bizakodás, ugye én az égieknek nevezem őket, de tulajdonképpen azok bent vannak, tehát nem kint. És én az ősök, a hősök, a mesterek, ugye a Budda, Krisna, Jézus, Zarathustra, mint tanítók, mint amivel mondtad, a Tao, vagy ugye az is a spirit erkölcshöz tartozik, még a Sung Tzu, meg a ugye, Konfüciusz, tehát a kínai bölcsek is, ez mind az ősi bölcselet. Én abban hiszek, vagy abban reménykedem, és csak ezért kérdeztem meg, hogy tőled, hogy ugye jelen vannak, hogy mondjam még, tudom, hogy nem az én műsorom, hogy jelen vannak a Földön a vadak. Ugye nagyon megharagudott rám a Geri Tibor egy beszélgetésben, egy általában lehet, hogy nem ismert ember, olyan okos tudós ember,
aki az alkotmányos válságnak az észrevevője, hogy én miért mondom azt, hogy tele vagyunk vadakkal. Én ne bántsam az embereket. Ne minősítsd. Hát, ne minősítsem. Igen. De hát basszus, 8 milliárd ember van a Földön, és amikor kicsik voltunk, akkor 4 milliárd vagy 5 milliárd volt. Az a 4 milliárd ember az nem jár egyetemre, nem atomfizikus. Ugye nagy többségük a semmiben lebeg, nem kapnak megfelelő nevelést. Ha az amerikaiakat nézzük, akkor hamburger és pattogatott kukorica és Coca-Cola mámorban nőnek fel 200 kilósra, és 8-9 szó a szó használatuk. Tehát ez vadakat jelent, tehát képzetlen, ez nem bántás, hanem képzetlenek, ugye? Uh-huh. Nem tudók, nem finom lelkűek, nem az erkölcsiségről híresek, fogyasztanak, szinte állati sorban tartja őket valaki. Nem kapnak nevelést. Na most ebből a szempontból kérdezlek, és nem, hogy mint tanítót, mint tanácsadót, ezt az egész dolgot hogy a fenébe tudjuk így megoldani? Vagy hát hogy tudunk ebből kijönni? Megoldani nem tudjuk. Földanya képes mind a 8 milliárd ember szükségleteit kielégíteni, de a 8 milliárd ember igényeit nem képes. Tehát erre ez a válasz. És amikor egy picit azért visszalépek a vallásokkal kapcsolatos megközelítésedre, tehát valóban, ha valami, azt mondhatom, ez a Gája elmélet és földanya feltétlen tisztelete és működtető képessége, ami talán egy vezérvonal. Én nem hiszek a leírt tanításokban, ugyanis nem ismerem, hogy mit nem írtak le. És illetve amit leírtak esetleg, de kapcsolatban de a földanyával is rajta keresztül kapsz infókat. Nem vagyok jó médium. Engem hihetetlen módon feltölt, hogyha valóban fizikai közelségbe tudok kerülni, vagy egy bizonyos távolságra élő, főleg erdei életközösséggel, vagy bármivel. Tehát ez biztos, hogy így van, mert azt hiszem, hogy valóban ismerem, megértem, és alkalmazkodva hozzá tudok élni, és ez lehet a magyarázata. És van alkalmam minden évben két hetet úgymond bivakolva a fennsíkon tölteni egy nomád táborba, ahol a gyerekekkel is ezt tudom. A Nátúradartól nem messze. Hát nem olyan nagy, tehát hál' Istennek nem a kis fennsíkon, de elég távol, hogy nem látjuk a Nátúradart. Értem a célzást, most nem ebbe akarok belemenni. Tehát ott vannak olyan helyek, ahol az aurája a hegynek, a földanyának olyan mérték, és nem a bükszentkereszti kövek, oda tett kövekről beszélek, hanem más helyekről. Ezt mindenki azt gondolom meg tudja találni, ha keresi. És ez a fajta harmónia egy nagyon iránymutató tud lenni az embernek. De ehhez el kell jutni oda, hogy fizikailag egyszer is legalább kikerüljön. Igen. És én nagyon hálás vagyok olyan tanítómnak, aki ezt megtette, mert hogy az én szüleim soha még Lilafüredig se vittek el. Sok mindent kaptam tőlük, de ezt nem tőlük kaptam, hanem valóban a napközis tanítónénénktől ott Diósgyőrbe, aki minden évszakban felvitt bennünket a fenyvesbe. És ő is azért, mert őt is valamikor felvitte valaki. Nem tudom, elég idős volt már akkor is, és alig bírt járni, és mégis vitt bennünket. Ez erre határozottan emlékszem, Aranka néni. De a lényeg, hogy a tavaszi erdő illatát, az őszi, a tobozűtések, azt a fajta, szarszak. Igen, komplex érzékszervvel és túlása. Vizuális élményekkel töltött fel bennünket évről évre, ami én szerintem meghatározó volt így utólag. Lassan a végére futunk. Nem az adás időnek, hanem neked itt lesz egy rendezvényed hamarosan. Nagyon nehezen tudtam ezt az asszonyt szóra bírni. És tehát ide fognak jönni hamarosan is, menni kell.
Mindenképpen szeretném ezt a két dolgot még megkérdezni, és ha remélem, hogyha majd tetszik a vágott anyag, akkor majd még máskor is, más kérdésekben is segítesz nekem. Nagyon fontos ez a dzsungel balhé, ami mostanában van, tehát a szibériai ősrengetegnek az égése, a braziliai Amazonas őserdőknek az égése, Afrika, és felvezetőnek. Én azt gondolnám, hogy ne én lőjem le a poént, tehát hogy a te véleményedre vagyok természetesen kíváncsi, de én nekem van egy olyan érzésem, hogy ezt valamilyen tudatos módon, akár szolár, vagy nem tudom milyen lézer technológiával, vagy nem tudom mivel, módszeresen valamilyen katonai akció keretén belül az egész Földön tudatosan csinálják, és ugye ami az én benyomásom, sámáni, misztikus benyomásom, vagy hát belső meglátásom, hogy tulajdonképpen a nyersanyag. Tehát az egész erőforrás. Az erőforrásoknak ugye a felbukkanjanak. Ugye nem magától melegedett fel, az én véleményem szerint az éghajlat, hanem szabályozott módon. Az az érdek, hogy eltűnjön az a bizonyos jégtakaró, ugye balhé legyen, káosz legyen, a gazdasági válságban lehet újra rendezni, és ugye hozzá lehet jutni, mint hogy most a Donald kacsának szoktam csak hívni, nem teszem be, a Trump elnök ugye bejelenti, hogy megvesszük Dániától a Grönlandot, ahol ugye fel, mit tudom én, nikkel, cink, töménytelen mennyiségű gázmezők előteremtődnek a jég alól. Tehát na, ez érdekelne engem egy szakember szemével, hogy most akkor mi van most. Egyértelmű, hogy most a politikai fillinget kihasználva néhány olyan gazdasági szereplő a legdrasztikusabb eszközökkel élve tudatosan szervezi ezt a folyamatot. Tehát a világ erőforrásait, amit könnyen elérhető volt, már felhasználták, illetve vagy Kína, vagy egyéb olyan államok ráültek és korlátozzák az elérésüket, ami most már gazdaságilag előnytelen. Emiatt új erőre van szükség, új potenciálokra. Az oroszok már a spajzban vannak. Nem, hát ez egy gyakran használt asztal, és öregszik itt mellettünk, és hangot is ad hozzá. Ugye poloska van benne valami. Most az a legnagyobb probléma, hogy valóban ilyen globális méretben hasonló nem történt még. És a bányászat miatt, a monokultúra, az agrárium monokultúrás változatainak, akár a kávéba, a szarvasmarha legeltetés, akár milyen szempontból gondoljuk, olyan érdekek fogtak itt össze, és szervezik valóban a gyújtogatásokat, tehát ez most már nyíltatok, ami egyébként természetesen megvolt, hozzá kell, hogy tegyem, egy kis mértékben. Optimálisan. Tehát optimálisan, igen, tehát a helyi közösségek, helyi társadalmak, az életfeltétek biztosítása véget, gyújtottak fel erdőket, kukoricát termeltek, táplálékot, hogy enni adjanak az embereknek, vagy a családjuknak, de nem ilyen mértékben. Itt most most már álcázatlan lerablása folyik, és az a döbbenet, és azt hiszem, itt azért visszatérnék, hogy a fa az nem fa, hanem erdő, mi több, egy agy nélküli intelligencia. Család. Van ilyen, igen, közösség. Sokkal több érzékszervvel rendelkezik, mint az ember. Olyan fajta együttműködési rendszere, nem csak a fák, növények közötti, hanem növények, állatok és valóban a minerális élettelen világ felé is, ami csodálatra méltó, és amit meg kéne tanuljunk inkább a helyet, hogy elpusztítsuk. Ellenség. És spirituális lények a fák. Hogy?
Nem hát, a fák, az erdők. Hát jó, tehát egyébként nagyon javaslom, nagyon aktuális a Fák titkos élete, hiánypótló könyv, Darwin után azt gondolom az egyik legfontosabb és közérthetően. Tehát közlekednek, énekelnek? Hogy kommunikálnak a gyökerek is, hát úgy tudják megtalálni a legjobb vízadó, vagy más élőlények által már jobban el. Tehát teljesen a tájékozódásuk, a gravitációt, ásványi anyagok mienségét. Egyszerűen hihetetlen. A gyökércsúcs az egy agy. Tehát az a butasság, amikor ültetés előtt például megveszünk, vagy megvesznek néhányan ugye gyümölcsfát a kertészetbe, és mielőtt beültetik az ültetőgödörbe, megvágják a gyökércsúcs, az agyát vágták le. Tehát rettene. A diófa olyan, amiről egyetlen tudjuk, hogyha a főgyökér csúcsa sérül, gond van. Most tudni kell, hogy a kukoricának meg több mint 10 millió gyökér csúcsa van, mert ő meg olyan boltos gyökérzettel, és olyan okos. Egyébként én voltam Olaszországban, hogy jól tudom, Magyarországon az olasz dió az, ami el van terjedve, és én voltam diófa erdőben, és ekkora nagy diók voltak benne. Igen. Kérdésem. Más de minőség. Más minőség. Még annyit hozzátennék, hogy eldönti egy erdő, hogy beenged-e valakit, vagy nem. Ezek tapasztalások. Szeretettel fogad-e valakit? Kell-e neki az én, ugye erről több adást is csináltam, hogy kell-e neki az én kilehelt széndioxidom? A széndioxidom keresztül az én feltöltött, mit tudom én, gondolati világom, vagy rezgésem alapján ellenszenvesnek. Én magam, ha le vagyok rezegve, érzem a növényeken, hogy most csak megszánalomból szeretnek, vagy fogadják el a széndioxidomat, vagy valamikor tényleg fel vagyok rezegve, akkor szinte, mint én az oxigént, úgy várnak. Most még mielőtt a legutolsó témára térnénk, ugye erről a nukleáris dologról, hát ha valami jó pletykát tudsz nekünk mondani, illetékes elvtársnő, tehát aki benne van ezekben, ugye én látom a közösségi portálon is, hogy azért nagy zizegés van, meg állandóan megosztott te is a zöld dolgokat, meg a sok-sok-sok-sok dolgot, de ugye elfogy az oxigén akkor, hogyha kiégetik az összes fát a földön, ez egy nagyon brutál tahó kérdés volt, tehát ilyen nagyon leszőkített kérdés, mivel a műsoridőnk véges, tehát az egyszeri néző ugye most akkor rettegünk, vagy most baj lesz, vagy most a tüdeje, vagy nem a tüdeje a földnek az Amazonas, tehát most ezt nagyon kérlek, hogy nem pörgessük meg, hogy tömören, hogy ne rettegjön, hanem jussunk el odaig, meg akarjuk érteni a rendszert. Tehát ez nem így működik, nem a fák fontosak számunkra, hanem az erdők, a trópusi égő hihetetlen erdei életközössége, ez az agy nélküli intelligencia összessége, ami létezik. De melegszik tőle a föld? Tehát tavaly 33 nem fok ettől volt, melegszik, ez egy nagyon összetölt. Hát itt még ezer dolog hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. Komplex a kérdés, és az, hogy rengeteget posztolunk ebbe az ügybe, ez azért van, mert lényegében már csak a Facebook az ingyenes felület, ahol meg nem tudjuk osztani. Igen, tehát a nyilvánossággal, a környezetért program egyébként több évtizedes az alapítványunknál, rettenetesen fontos. Annak hogy teljesen elkeserítő, és néha kontrollálhatatlan híreket is továbbítanunk kell. Az atom probléma kérdése különösen ilyen, hiszen eleve titkos információk, adatok történnek, nem csak havária helyzetben, hanem eleve a kutatásokban még is. Még Putin se tudja, hogy így van. Tehát ezek azt lehet mondani, hogy ha felelősen 100%-ig nem vagyunk benne biztosak, akkor miért terjesztjük ezeket a híreket? Azért fontos mégis beszélni róla, mert megéltük, megtapasztaltuk Hiroshimától kezdve, hogy miben más az atom, mint mondjuk egy gépfegyver. Meg hát mi személyesen ugye Csernobilt is. Így van, így van, így van. Fiatal felnőttként. Így van. És én ráadásul én jártam a Paksi atomerőműbe, amikor ugye némi probléma volt, éppen emelték ki az összetölt
grafit elemeket, stb. Meg kell, hogy mondjam, ekkora kockázatot nőként, mindig kérdezett, hogy nőként, édesanyaként, környezetvédőként, már akkor csak megerősített, de azóta 100%-ig megerősített, hogy sehol nem lehet vállalni. Ezt én egyetértek. Sehol nem lehet felelősen vállalni. Hogy augusztus eleje óta heves környezetében, nem tudom, 10-12, 2-es, 4-es erejű földrengés volt. Na most mi van akkor, hogyha jön egy 6-os? Senki nem tud erre garanciát Nem tudjuk vállalni. Kontrollálni a folyamatokat. És még nem beszéltünk a Dunavizéről, melegedéséről, mennyiségének csökkenéséről nem beszéltünk. Tehát ezer kockázata van akár csak a Paksinak is, amellett, hogy hogyan és kiképítik, és milyen zsákutcába húzták be a magyar kormányzatot, akár hogy nézzük újra, holott meg lett volna a lehetőségünk. És a hatását se felejtsük el, hogy emiatt a megújulókat teljesen a szőnyeg alá se telték, a lásd a szélenergia hasznosítást, a napenergia fejlődését. Helyzet, régen híreket kapunk, hogy ú, a szél az nem jó, ú, nem tudom, semmi se jó. De sok lábon állva nagyon-nagyon komoly előrelépés lehetett volna ezt a... háttérben van ott is, na, magyar idézőjelben. Na, az hogy milyen mafia teljes, így van az energetikai lobby, mondjuk így, sajnos nagyon hatásosan végezte a munkáját, és sajnos azt látom, hogy nem is lehet visszalépni. De tehát mit tudunk csinálni? Tehát csinálni? Én azt gondolom, hogy ilyen szinten semmit. Tehát most már olyan... A kezdés húzódik, de ugyanúgy te, meg az unokáink unokája fogja, ha élnek valóban az előbb említett okok, azért ebbe még kérdőjelet hagynak, megfizetni az árát, ugyanis ha nem építjük meg már akkor is, akkor a társadalmi költségterhet hoztak a szerződések, amit megbocsátani nem lehet. Tudod, mit nem értek? Hogyha legkevésbé az oroszok ellen vagyok, de most már tehát tulajdonképpen minden, magam ellen is vagyok. Tehát most már nem, se párt, se politikus, se semmi nem érdekel. Egyszerűen azt láttam, hogy az egész egy nagy káosz és hazugság, de az oroszok kölcsönt adnak ahhoz, hogy itt felépítsük az atomerőművet, majd idehozzák a nukleáris fűtőanyagot, és visszaviszik a hulladékot. Mi a francia nem lehet ugyanezt megcsinálni, hogy onnan kapjuk az áramot, és mi fizetjük azt, hogy ott van egy atomerőmű. Nem értem ennek a... Ezer dolgot meg lehetne még csinálni. És ezer dolgot nem értünk még ezen kívül. Értjük. Igen, tehát valakinek érdekel. Valaki jól jár, nem a társadalom. Tudsz valamit erről az állítólagos atomfelhőről? Ami ugye jelen van az Ázsia, hát Európa. Annyit tehát, tudok, hogy szerencsések vagyunk, mert nem Közép-Európa fele halad. De például van műszeretek? De, hogy hát nekünk már semmire nincs semmilyen műszerünk és fenntartási lehetőségünk. De hogy civilektől ilyet, tehát ez akreditált mérőműszereket és eredményeket. Én most beszereztem ilyen algakészítményt, és ugye elkezdtem én magamon kísérletezve. De hát egyszerűen nem. Tehát nem. Az alba készítményben sem vagyok biztos, mert kell, hogy lehet, mondjam, hogy megint hogy, a hogy Fukushima környékén bányozták, és lehet, hogy attól leszek hullá. Hát most. Az elfogadás, tehát el kell fogadnunk, hogy olyan hatásoknak vagyunk kitéve, amik ellen nincs jód tabletta, meg alga kivonat, és nincs segítség. Itt a rendszer olyan szintű megváltoztatása hozhatna bármiféle jót, és adhatna optimizmusra okot, amit én azt gondolom, hogy már reménytelen, hogy megéljünk. És hogyha én azt mondom neked, hogy én biztos vagyok benne, hogy a szellemvilágból a jövő segítséggel megcsinálhatjuk. Én tehát, azt gondolom, hogy földanya helyre tudja billenteni a dolgot, ugyanaz. De nélkülünk. De nagyon fájdalmas lesznek az emberiség. De nélkülünk. Tehát a csupasz majom nélkül. Láttam egy nagyon aranyos fotót, hogy egy UFO, meg egy csimpánz tart egy embergyereket a kezébe. Tehát körülbelül a... Igen, ezek nem science fiction. Nem, hát igen. Gondolatok már, és ez a realitás. Törekedjünk, amit lehet megtenni, hogy tehát a remény hal meg utoljára. Én ezt szerint próbálok élni, tenni, hatni.
hiszek, tehát fantasztikusak a jövő generációja, a gyerekek, azok a fiatalok, akik felismerik végre a probléma összetettségét, nagyságát. Mi akkor átadjuk nekik is ezt a depressziót, vagy ezt a bizonytalanságot, vagy ezt a letargiát. Tehát, ne csapjuk erre utaltam, hogy igyekszünk úgy tenni, hogy mögötte van ez a fajta tudás és elkeseredettség netán, de próbáljuk kihozni azt, hogy a felismerésre vezessük őket, a cselekvési kényszerre vagy motiválásra törekszünk, és nem tehetünk más, mint hogy reménykedünk, de reálisan nézve sok esély nincs arra, hogy itt édenkert marad az ember számára ez a föld. Megrázza magát, kataklizma, és utána újra szerveződik az élet, mert hogy a barlangok és az óceánok mélyéről újra tud szerveződni, ez egyértelmű, csak már az ember nélkül. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a sok okos gondolatot, és az építő jellegű reményt. Fájt. Igen, fájt. Kicsit fájt, de hát én is ezt nap, mint nap megélem. Majd ugye, természetesen ugye ki fogjuk írni az Ökológiai Intézetnek az elérhetőségét, a kiadványokat, bármi, hogy egyáltalán hogy lehet veletek veled kapcsolatba lépni, ha valaki kíváncsi dolgokra. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönöm a beszélgetést. Ez volt a Spirituál Televízió 105. adása. Nők a Kárpát-medencéből második adása. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra, viszont látásra. Létező lélek, élő lélekszet, létező lélek, élő lélekszet, miértben annak fakja, az életet fenntartja, az életet fenntartja, az életet fenntartja, miértben annak fakja, az életet fenntartja, az életet fenntartja, az életet fenntartja, békés lélek csendjében.